izgalmas történetek, fejlett eszközök, robotika, forrasztás és szerelés, ezek mind részei a Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános iskoláiban most elindított digitális projekteknek. A cél, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is a lehető legkorszerűbb eszközök segítségével sajátítsanak el a munkaerőpiacon ténylegesen használható tudásanyagot. A módszerrel a tanulók mellett az iskola pedagógusai is folyamatos szakmai támogatást kapnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványának 5 általános iskolája van, Nyírpilisen, Tarnabodon, Tiszabúrán, Tiszabőn és itt Gyulajon. A program a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból 60 millió forintból valósul meg. Egy új digitális oktatási programot, ami érinti a sok település, sok iskolát azokon a településeken. Végül is, ami összejött, hogy a támogatót, a kínálat oldalt összehoztuk az igényel, az iskolákkal, a pedagógusokkal. A gyulai tagiskola igazgatója azt mondja, a gyerekek nagyon élvezik a számukra gyakran, eddig ismeretlen eszközök használatát. A Magyar Máltai Lovagrend tagjai adományokból vettek, és ezeket a LEGO robot készleteket kapták meg mi gyerekeink. Érdekesség volt, hogy gyerekeink nem legóztak, tehát hogy nekik ez a maga LEGO fogalom is új volt, az ismerkedés is új volt, és talán tovább is tartott, mint egy másik iskolában. Tolna vármegyében egyenlőre a gyulai az egyetlen iskola, ahol a Máltai Szeretetszolgálat programja elindult.